Benedek András első, Pintér Máté negyedik helyezett lett a rendkívül színvonalas, szoros versenyben. Gyakorlati feladatokat, kísérleteket nem kellett végezniük, kizárólag elméletben mérték össze tudásukat a többi hetedik osztályossal. Főleg inkább a hétköznapi élet kémiája, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok voltak a jellemzőek, de egy-egy anyagnak a jellegzetes sajátosságát, a háztartásban előforduló anyagoknak a jellegzetes tulajdonságát is ismernie kellett a tanulóknak. Míg Máté inkább a számításos példákat kedveli, András kedvenc versenyfeladata a kémia történeti rejtvény volt. Volt egy ilyen kocka, amiben rengeteg betű volt. És alatta voltak megállapítások, hogy például 1943-ban Nobel-díjat kapott az izotópos kísérleteiért. És akkor meg kellett oldani, hogy ez Hevesi György volt, és ki kellett keresni a nevét ebből a rejtvényből. Mézeskalács készítő, fazekas, kékfestő, Mackó és Zsonybaba varró, hímző, kovács és csipke készítő. E kézműves foglalkozásokat ismerhették meg a május 27-i egésznapos programon az érdeklődők. A kézműves termékek bemutatói mellett egy-egy munkafolyamatot is megismerhettek a látogatók. Így például betekinthettek a kovács mesterség rejtelmeibe, kipróbálhatták a korongozást, és megtanulhatták a kuriózumnak számító csipke készítést is. A kézművesek bemutatói mellett szórakoztató műsorok egészítették ki a programot, melyen a TM Stúdió, a Musical Stúdió és a Hangszín Stúdió, valamint a Vadvirág Néptánc együttes lépett fel. Szavala, a 150. Zsoltár és dr. Kovács Zoltán polgármester szavai köszöntötték a megjelenteket, köztük a németországi vendégkórust a református ótemplomban. Az Erkel iskola 7.-8. osztályosaiból álló vegyes kart követően a vendéglátó éneklő szülőkarának két Kodály műből álló műsorát hallhatta a közönség. A vendégkórus egyházi művekkel mutatkozott be pápán. A svetszingeni gospel kórus először járt Magyarországon. Az ötnapos program során Budapestet, Tihanyt, pápát ismerhették meg a német énekesek.